Na, visszatért a roller. Visszatértem én is. Mert a roller bizony most elég impozáns telepeken viszem végig. És most értem el arra a pontra, hogy kijelenthetem. Ingyen roller! Bizony. Az a helyzet, hogy nyáron, meg így tavasz vége felé nagyon belehúztam a rollerezésbe, iszonyat sokat mentem vele, és most ott tartok, hogy pontosan kiszámoltam, 2370 kilométert lementem már a rollerrel, kevesebb, mint egy év alatt, mert ugyebár októberben vettem meg, és előző videóban is elmondtam, de most is elmondom, hogy a leghidegebb téli időszakokban is mindig ezzel jártam munkába. Nem volt nagy táv, de kibírta a hideget, én is kibírtam a hideget, úgyhogy tökéletes volt a szimbiózis. És belvárosba használtam mindig, úgyhogy a rollert én 156 ezer forintért vettem meg annak idején októberben tavaly, ma már jóval több, de én ahhoz az árakhoz számolok, ahogy a benzint se fogom most 480 forintos áron, hanem kicsivel olcsóbban, hogy azért reálisak legyünk, 470 forintos áron. Mivel az én kocsim 14 litert fogyaszt, oké, extrém példa, de hát nekem ilyen nagy dög szabon van, ami tényleg fogyaszt rendesen. Belvárosban használtam volna úgyis, hogyha nem rollerrel mentem volna, sőt, rollerrel csomó rövidítést ismerek. Olyan helyeken át tudok vele menni, ahol kocsival tekergőzni, facsargózni, hosszabbítani, forgulódni kéne. Parkolásügyileg sincs a rollerrel probléma, tehát összességében abszolút reálisan mondhatom, hogy a roller visszatermelte teljesen nullára az árát. Itt vagyok Szigligeten, és azért csinálom most ezt a videót, mert ez a roller még ezeken a szerpentines, szigligetes, kegyetlen helyeken is fölment. Az ott meg a Badacsony, ami ott van. És tényleg bringa utakon teljesen jó. Egy-két gyökér ki van rakva az asztalra, ami annyira nem jó, de igen, ezt a kamerát annak idején azért cseréltem le, mert van egy karcolás a lencsén, ami néha látszik. De amúgy meg olyan zoomolásokat lehet vele csinálni. Tényleg egész télen, egész évben talán 3-4-5 olyan napot tudnék mondani, amikor nem rollerrel mentem dolgozni. Azt is csak azért, mert vagy ilyen latyakos hó esett, vagy jégeső volt. És bár megpróbáltam havon latyakon is menni, rollerről, hát hadd nem mondjam, az azért kicsit veszélyes volt. Bár szerintem lehet, hogy ma már vagyok azon a tapasztalati szinten, hogy már azon is elmennék. És amikor nagyon-nagyon brutálisan nagy eső volt, egyszer olyan is volt, igazából nagy esőben nem szerettem volna rollerről menni, de amikor munkahelyről hazafelé kell rollerről menni, az azért nem volt semmi. Komolyan a hajamról folyamatosan ömlött a szemembe a víz, és semmit nem láttam, és a roller csúszkált, de még úgy is hazajutottam, és a roller is túlélte. Legyen ez a féle referencia példa. Tehát ez a roller, ez a kedvenc közlekedési eszközömmé vált. Volt egy rolleres videó korábban, de azt leszettem, azért mert úgy voltam vele, hogy most ilyen féltávos kiértékelés minek legyen, hogy visszatermelte a fele árat a roller. Visszatermelte most már az egész árát. Mikor vettem? Október. És már visszatermelte az árát, tehát ingyen roller van. Akár azt is megtetném, hogy hoppá, itt kisuttyantanám, vagy fölmennék a Szigligeti várba, és onnan hajítanám ki, mert már igazából ingyen be vagyok vele. De nem, megyek vele, nem kímélem, kegyetlen kátyukon megyek vele keresztül. Vezetésügyileg is azért fejlődök folyamatosan, tehát most már megtanultam elengedett kézzel is rollerezni. Amikor én megtanultam annak idején bringával elengedett kézzel menni, utána megtanultam robogóval elengedett kézzel menni, soha nem hittem volna, hogy rollerral ezt meg lehet tanulni ugyanígy, de hát csak gyakorlás kell hozzá. Ha az ember kellően kitanulmányozza, akkor piszkosul élvezetes vele suhogni az utcákon, főleg ahol nincsenek kátyuk, hanem viszonylag egyenes az út, szlalomozgatni vele, legugolni, fölállni, ugrálgatni, járdáról le, járdára fel. És tehát igen, minél többet rollerezik az ember, annál feelingesebb lesz az egész. Van pár dolog viszont, ami nagyon
megnehezíti az ember dolgát. Ezt múltkor is említettem már a múltkori videómban, hogy a fék, van rajta egy ilyen fék rásegítő cucc. Alapból a fék nem valami erős, de hogyha nem tudom, valami elektronikus rásegítés van, és úgy fogja meg, akkor az úgy brutál jó féke van, még a legnagyobb lejtőn lefelé is könnyedén megfog, csak hogy az elektronikus rásegítés, ez így van egy bizonyos dőlésszög, aminél egyszerűen szeretném bekapcsolni. Ezt a múltkori videómban úgy mondtam, hogy mit tudom én, 100 fékezésből egyszer nem működik. Na, igazából sokkal rosszabb ennél a helyzet. Tehát van egy bizonyos emelkedési vagy lejtési szög. Egy konkrét lejtőnél például az esetek 90%-ában nem fog a fék. Mert nem tudom, valahogy úgy ítéli meg, hogy ez egy olyan, és ráadásul ez nagyon meredek. Minél, mert enyhe lejtőn mindig fog, de viszont a nagyon meredek lejtőkön így néha gondol egyet, és na jó, akkor ezen nem fogok most. Nem tudom, hogy ez mitől van, de iszonyatosan veszélyes. Tehát nagyon meredek lejtőkön az ember ne gyorsuljon föl nagyon. Tehát inkább sűrűn húzogasd a féket, mert hogyha a roller úgy dönt, hogy nem akar fékezni, nem akarja ráadni a teljes fékerőt, akkor nem fogja. És amíg tapasztaltan az ember, addig ebből irgalmatlan taknyolások lehetnek. Egyszer én is majdnem saját bőrömön tanultam meg, de nem taknyoltam el, mert tényleg lepattantam a rollerről és lábbal futva fékeztem le, tehát ja, úgyhogy oda kell nagyon figyelni. A másik meg, amit nem szeretek nagyon, hogy a homok. Tehát itt látszik, jó, gyökerek, homokos rész. De hogyha nagy szárazság van, mint például most, ki tudnak alakulni olyan homokrétegek, hogy sűpedősebb a homok, na ott azonnal satúfék. Belemész, és az első kerekek dur. Le se túznak. Ha nem figyelsz, ott is taknya az ember. Tehát a homokon, a lejtőkön baromi óvatosan, de mondom, egy idő után az ember hozzászokik, akkor kegyetlen élvezetes lesz. Ez az igazi terepe, a nyár, azt kell mondjam. Akkor az aksia is sokkal tovább bírja. Élvezetes, nagyon élvezetes vele suhanni, amikor tombol a nap, és kiállsz, és jön a szembeszél, és ha leveszed a pólót, akkor még napozol is. Tehát napozás plusz szembeszél plusz suhanás. Nincs egyszerűen még egy ilyen eszköz, ami ennyire feelinges lenne, mint a roller. Legalábbis most én nem tudok ilyeneket. Ilyenről bringáz is szeretek persze, de a roller az az optimális. Na. Úgyhogy ajánlani tudom mindenkinek. Az applikációval eleinte kellett szarakodni. Ha azt az egyet, mit tudom én, a Xiaomi Pro 3, ha azt valahogy ki tudná javítani, lehet, hogy már létezik ilyen, lehet, hogy már 4 is van, franc se tudja, de ezen az egyen, ezen a szar applikáción életben egyszer nem használtam azt az applikációt, csak amikor gerilla módon rákényszerített a roller, hogy azzal indítsam el, úgyhogy mindenkinek tudom ajánlani. Egy olyan gyerekkori álom megvalósulása, amikor csak szerettél volna fél méterrel vagy pár centivel a föld fölött lebegve suhanni, csak úgy hú, repülni tájakon. Simán elmegyek Badacsonyig meg vissza. Vonyarcvashegyre elmentem. Sőt, Vonyarcvashegy legszélére Szigligettől és vissza. És full csőgázon jöttem egész végig. S-funkción. Itt van. Tehát ez a sportfunkción, hogyha D-n mentem volna, lehet, hogy még sokkal tovább is bírta volna. És még úgy is, amikor visszaértem, mit tudom én, még vagy 20%-on tuti volt az aksi. És mondom, felbecsülhetetlen élmény nyáron rollerezni. Mindig hangulatos, mindenkor. Este hangulatos, amikor csak a lámpával világítasz. Amikor tombol a nap, azért jó, mert a szembeszél süvít. Amikor lemenőben van a nap, akkor kegyetlen jól néz ki a táj. Tehát minden egyes napszakban, és hát majdnem azt mondom, hogy évszakban is, a roller az most már az életem részévé vált. Majd mindig fogok egy, ha mondjuk ha ez tönkre megy, most már tönkre mehet, mert most már visszahozta az árat, mindig fogok majd újabb és újabb rollereket venni. Aztán hát reméljük, hogy a szabályzást nem fogják olyan komolyan venni. Itt nem veszik komolyan, mindenki rollerezget, senki nincs bukó, és a rendőrök azok nem csesztetik a turistákat. Na jó van. Szerintem ennyi. Igazából ezt a videót csak azért csináltam, hogy
leteszteljem, hogy működik-e még a régi kamerám. Na, megtaláltam a Balaton leghangulatosabb helyét, legalábbis jövök már egy jó pár kilométer óta, sőt, jó pár 10 kilométer óta, de ennél hangulatosabbat, hogy itt pont egy pad a víz mellett, ráadásul Vonyarcvashegyen vagyok, tehát az északi oldalon ott azért nem osztogatják olyan könnyedén a vízpartokat, főleg nem Bringa út mellett. Na mindegy, úgyhogy itt vagyok, és most van igazán az az időpont, amikor azt mondom, így roller használat szempontból, hogy egyszerűen annyira maximálisan megérte az árát, hogy az valami brutális. Ezeken a Bringa utakon végigjönni rollerrel, az felfoghatatlanul jó élmény. Eleve, hogyha piszkos meleg van, mint például most, az ember tud napozni, úgyhogy közben még szembeszél is van, és mégis halad, ha éppen melege van, akkor csobban egyet, azt megy tovább, úgyhogy jó, persze, nincs benne legalább az edzés, mert a bringázásban az a jó, hogy abban van edzés, de hát én Istenemre mondom, hogy amennyit én már bringával letekertem életem során, szerintem minimum 20 ezer kilométer, de valószínűleg, hogy annál is több. Hát nem, biztos, hogy több, biztos, hogy... Tehát nem vágyom azért feltétlenül annyira, hogy nyaralás közben is szakadó napsütés alatt akkor is bringázzak. Úgyhogy innen nem látni a nyílt Balatont. Mindegy, igazából nem olyan fontos, mert itt a roller. És azért nem megyek olyan nagy távokra, vissza kell érnem Szigligetre időben. Nem időben, hanem amikor látom, hogy az aksi mondjuk olyan 60% környékén van, akkor visszafordulok, mert akarom, hogy legyen benne kapacitás, hogy visszaérjek. Hát Szigligettől körülbelül egy 15 kilométert jöhettem. És akkor nézzük meg, hogy hogy áll a roller töltöttségi szintje. Hát elvileg még 4 kocka van, gyakorlatilag annyira nem hinném. Szerintem úgy, ez úgy 4 kocka, hogy egy-két pillanat is ráugrik 3-ra. Úgyhogy szerintem nekem ez a határ. Még azt a múlót azért megnézem. Visszafordulok. Na jó, akkor nézzük meg, hogy milyen helyen nyaralok éppen. És milyen zenét rakjak alá. Mondjuk legyen 80-as évekbeli japán pop. Hogy miért? Fogalmam sincs. Most épp ez jutott eszembe. Mekkora volt a zoom? Azt a rohadt.
baromira szeretem nézni a kacsákat, mert mi a fenét művelnek. Helyenként, mintha céltalan hápogás legmagasabb szintjét igyekeznének kimaxolni magukban. És mi ez? Megőrült a kacsa? Mi ez az hápogás? Osztorot egységes tollászkodás. Hát, micsoda kacsa szimbiózis. Jaj. Na ezért jó az a kamera, olyanokat lehet zoomolni. Mert olyan kemény, hogy meg itt is följött. Na jó, nem, ez hazugság, ide én hoztam föl kézbe, méghozzá ezen a járaton. Tehát ez a jó a rollerba. Találkozott egy ilyen Isten hátam mögötti kilátót, összecsukom, följövök vele, körülnézek, aztán suhogok tovább itt a hegyvidékeken. Több hektárnyi saját arborétuma van a kastélynak, amit baromira szeretek bejárogatni. Rajtam kívül nem nagyon van senki. Tehát ez megint olyan, mintha én lennék maga a földbirtokos és a saját birtokomon mennék. Amúgy rálátni a várra, ami elég jó. Na de van itt egy eléggé furcsa kút. Amikor azt megláttam, ez a kút, ez rögtön erre emlékeztetett. Na de hát nem, mert ez nem olyan kút ám. Látszik, hogy ez igazából egy szalonna sütőhely. De jó poén, így ezen a kihalt vidéken. Kihalt, de mégis így a fák miatt, még azt mondom, nincs is lenyírva a fű, de így a fák miatt baromira nívós, kisugárzású helyszín. Van itt az arborétum mellett egy baromi hangulatos kis patak, amiben vélhetően még halak is vannak, mert múltkor láttam pár embert itt horgázgatni. Na és miközben megyek itt végezni az arborétumon, eszméletlen jó platánok közt, nem ezekre gondolok, hanem például arra a platánra, ami ott szerte ágazik. Ezek a kedvenc fáim. Egyszerűen bölcsesség és időtlenség melyet képviselnek. Na tehát, amíg itt sétálgatok egymagam, ezen az óriási hektárnyi vidéken, senki nincs itt, csak én. Addig elmondanám, hogy iszonyú baromság néha az az árazás, amit a Balatonon van, de amúgy úgy globálisan is nézve a hamburgernek mi a szaré lett ilyen drága az ára? Ezt magyarázza már el valaki, miközben itt nézhetjük ezt a patakot, ami mellett haladok el mindenféle egyéb növények mellett. Tehát én emlékszem, hogy 2002-3 környékén gyerekkoromban 300 forint volt a hamburger. És egy hamburger az mindig nálam, mindig ott kezdődik, hogy kettőt megeszek belőle. Aha, ott is látszik, ott horgásznak, hopsz, hopsz. Tehát itt ezen a patakon lehet, hogy rákot, mondjuk az védett lenne. De mindegy. Tehát 300 forint volt gyerekkoromban a hamburger, és abból mindig 2-3-at megettem. És utána azóta minden baromságot kitalálnak. Kitalálják, hogy kézműves hamburger. Mitől kézműves? Azért, mert a kezeddel rakod össze, a kezeddel rakod rá a szalámit, meg ilyesmi? Hát akkor minden kézműves. Én olyan kézműves szendvicset legyártok, hogy na, menjünk ki a kis szigetre. Na, közben itt is ilyen platánok vannak. És most egy átlag alap hamburger itt a Balatonon olyan 2200 forint környékén mozog. Ha még sajtburgert akarsz enni, az már ilyen 2500, ha ilyen akármilyen dupla húsos extra super chili willy burger, az már ilyen 3500 forint környékén van, és az semmi, az csak egy hamburger. Egy hamburger soha nem fog annyit érni tápértékben, mint mondjuk egy pizza. Ajjajjaj, milyen jó csalitosok vannak itt. Úgyhogy én nekem mindig is a kedvenc kaján volt mindig is a hamburger. Menjünk is ki erre a kis szigetre. De mióta ilyen ocsmány árazás van, azóta
Egyszerűen utálom, és semmi különleges az, hogy kézműves hamburger. Ugyanazokat a hamburgereket árulják, mint régen. Semmi kézműves tudás, még csak pirított hagyma, meg csípős szósz, meg ilyen extrák sincsenek rajta. Ó, de jó. Na ott van a, hogy hívják? Ilyen tavi rózsa, vagy nem tudom. Na és a másik baromság, hogy lehet bérelni a strandon 1500 forintért ilyen napozóágyat. Ki az, aki 1500 forintot ki fog fizetni egy napozóágyért, amikor földön fekve soha nem jó. Vagy na, földön fekve ugyanolyan jó, meg talán kényelmesebb is. Ráadásul, ahogy nézni szoktam, senki nem használja ki. Tehát ott állnak full üresen a napozóágyak, mert 1500 forint. Ha 500 forint lenne, garantálom, hogy tele lennének a napozóágyak. Ugyanígy lehet suppot bérelni 3500 forint per fél óra áron. Mi ez? Mi az, hogy supp egyáltalán? Support karakter? Na jó, mint tudjuk, hogy az a barom evezős szörf, ami én megmerek rá esküdni, hogy csak a divatja miatt olyan divatos. Tehát csónak ezerszer kényelmesebb, mint a supp, ezt már sokszor kihangsúlyoztam. És annyiba kerül egy suppot bérelni, mint egy vízibiciklit. Lehet, hogy ez extrém példa, mert ez csak itt van így, de csak én nézem az árakat, és így fogom a fejem, hogy nincsenek összhangban a dolgok. És sok borozó, meg mindenféle ilyen helyeket néztem, amik tényleg tök jó hangulatosak lennének, csak egyszerűen olyan elmérten drága minden. Jó van, Szigligeten vagyunk, itt azért vannak német turisták, de ez kinek éri meg? Tehát ezt annyi étteremnél, annyi kajádánál figyeltem már meg ezt a logikát, akár a mi településünkön is, akár üdülővezetekben, hogy volt egy alapkajaár, mit tudom én most számolok 1000 forinttal, mert ez könnyebb, mondjuk egy hamburger legyen 1000 forint. Akkor azt, mit tudom én, lehet, hogy nem volt olyan nagy a forgalmuk, nem jött be a pénz. Hát mit csináljunk? Jó, akkor emeljük föl 1500 forintra a hamburgert, hogy az a kevés ember, aki legalább bejön, a szívja meg még jobban. Hát még kevesebben mentek, meg még nagyobb drágulás lett. És erre a bolt nem azt csinálja, hogy ezt megszívtuk, mert túl nagy áremelés volt, és kevesebben jönnek. Inkább vegyünk vissza az árakból, hogy visszajönnek az emberek. Nem. A felfogás, hát, na jó, akkor az a kevés ember, aki itt marad, az fizesse még többet. Legyen 2000 forint a hamburger. Megemelik, és onnantól az a maradék ember is lelép, aki addig oda ment. És szépen egy-két hét múlva már látjuk, hogy üzlethelyiség kiadó, mert tönkre mentek. Ezt most csak egy ilyen random példának mondtam, de iszonyat sok kajáda, fagyizó, minden esett már ebbe a csapdába. És komolyan nem lenne optimálisabb lejjebb vinni az árakat, és akkor rohadt sokan mennének. Tudom, hogy nem éri meg annyira olcsóbban adni, de azért valamennyire nagy tételben azért mégiscsak megéri. Na, itt van a kastély maga. Mindenféle szobrokkal. Eléggé hangulatos. Saját állatvilággal, növényvilággal. Már ez a táj, ez a kis kert, ez bőven elmehetne egy ilyen angol művészfilmben, mint ahogy ez is. Tehát az a vicces, hogy itt ide nem jött be senki, csak aki itt a kastélyba foglal szállást. Egy ekkora saját privát kertje van. Ja, úgyhogy itt az arborétum. Ez tényleg olyan kis terep, ahol el tudnám képzelni, hogy filmeket forgatnak. És nem használja ki. Nincs rossz idő. Látszik, hogy süt a nap ezerrel. Hány óra van? 6:30 van. Tehát most van az idő, amikor a strandokról valószínűleg már megjöttek az emberek. Az esti sétára valószínűleg még nem indultak el. Tökéletes időzítés lenne, hogy az arborétumba sétáljon mindenki, de hát meghagyják ezt az igazán feature grófoknak, mint én vagyok. Na, és eljutottunk a kis virágos kertjéhez a vidéknek. Úgyhogy tényleg egy angol lord
sétálgat ilyen helyeken, mint az én. Maga vagyok a Lord. Kár, hogy most nincsenek itt pillangók, ez maga volt a földön túli fantasy táj, amikor idejöttünk. Végtelen pillangó. Hát most szita kötőket látok igazából. Ebből az arborétumból egy valami hiányzik csak. Mármint, hogyha ilyen, tényleg ilyen kastélyvidéket szeretnék magam elé vizionálni, mindig szokott lenni egy ilyen fél elhagyatott temető ezekben a nagy kúriákban. De hát itt nincsen. Hát szerintem mondjuk nem bánja senki. Ó, itt egy autentikus törött pad. Tök jó kényelmes, ez akkor is meleg, amikor már este van, mert jól beszívja a meleget magában, úgyhogy tök jó ide esténként kiülni. És itt is van egy ilyen tájvidék. Mondjuk most a szél az kicsit széttépázott itt mindent. Elég viharos idő van. Na jó van, ennyi volt, körbejártam az arborétum egy részét, az egészét azt nem tudnám, mert ahhoz túl nagy. Visszatérve a hamburger inflációjára, az nagyon durva volt. Mert a pizza is drágult, persze tudom, minden drágult, de én nem nagyon emlékszek mondjuk 1200 forintos pizzánál olcsóbban. Hozzátartozik, hogy én azért gyerekkoromban nem sok pizzát ettem, de ott egy minigyík, több minigyík is van. Tehát én amire emlékszek, hogy egy 10-15 évvel ezelőtt olyan 1200 forintból lehetett venni egy pizzát, az mondjuk most a duplájára emelkedett. Viszont 10-15 évvel ezelőtt olyan hamburgert 550-700 forint környékén lehetett venni. Most konkrétan én nem értem, hogy mi az a 2000 forint fölötti hamburger ár. De volt van olyan hely, ahol 5200 forint a hamburger. Csak azért, mert egyszer valaki kitalálta, hogy kézműves, és akkor onnantól kezdve ugye a 2,5-szeresére növekedett minden hamburger ára. Azóta meg az infláció még följebb lögdöste. Úgyhogy... Na, itt van a kastély hátsó régiója, úgyhogy ennyi volt. Végigvittem a Wonderboy cegán a 90%-et itt, ezen a szálláson.